Egy 54 éves román állampolgárságú orvost keres a rendőrsége a tegnapi brutális nyíregyházi gyilkosság miatt. Stamatiu Dan sajtóhírek szerint két kiskorú 7 éves gyermeke szeme láttára lőtte le a 40 éves anyát és 49 éves férjét. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Blick információi szerint azóta a férfi is meghalt. A két gyereknek nem esett bántódása, de az átélt borzalmaktól sokkos állapotba kerültek. Az elkövető rendőrségi információk szerint egy szürke MLB257 rendszámú Dacia Logia típusú autóval menekült el ismeretlen helyre. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfiról, hívja a rendőrség zöld számát vagy a központi segélyhívót. Sajtóhírek szerint a férfi tüdőgyógyász és Sátoraljaújhelyen él családjával. A gyilkosság hátterében állítólag féltékenység állhat, a nő ugyanis többször visszautasította a férfi közeledését, akit orvoslátogatóként ismert meg.